szakmákkal ismerkedhettek általános iskolások a 10. Szakmasztár Fesztiválon Budapesten. A Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara jóvoltából mintegy 500 Békés megyei diák utazhatott ingyen a kétnapos rendezvényre. A szakmák legjobbjainak versenyébe láthattak bele a pályaválasztás előtt állók. Több mint 14 ezer látogató, gyerek, szülő, pályaorientációs munkatársak, osztályfőnökök, pedagógusok fordultak meg itt a két nap alatt. A kamara gondozásában lévő 125 szakmából 41 szakma szerepel a versenyen. A szolgáltatóipartól kezdve az építőiparon át egészen a gépészetig. Mindenki jól járt, aki ott volt, hiszen nem csak láthatta ezeket a szakmákat, de ki is próbálhatta magát benne, ha kedve tartotta. Ha már pályaválasztás, a Békés megyéből érkezett diákoknak érkezéskor tettük fel a nagy kérdést, mi leszel, ha nagy leszel? Még annyira pontosan nem, de van, ami érdekel. Állatorvos, művész, nyitnék egy galériát például, hogy a művészetek benne legyenek. Fodrászat inkább. A csecsemőgondozó. Szeretem a gyerekeket, és velük foglalkozni. Nagyon sokan rám szokták bízni őket. Szeretem az állattenyésztést, meg a mezőgazdaságot is, így a növénytermesztést. A családban nincsen senki, de nekem az autók, meg az ilyen járművek nagyon érdekelnek. És ezért szeretnék autószerelő lenni. Szeretnék fodrász lenni, és keresztanyám az, aki otthon végzi ezeket. A Hung Expo területén felépített szakmaszigetek között hasonló válaszokat kaptunk. Az országos kamara pedig évek óta hangsúlyozza, egy jó szakma felér egy diplomával. Viszont, hogy tudja, milyen szakma felé induljon a gyerek, ahhoz ismeretek, élmények kellenek. Sokan állítják, bizony nehéz döntés előtt állnak a felső tagozatos diákok, amikor pályaválasztásról van szó. Ezért is jöttünk el ide, most vagyok hetedikes, épp esedékes. Nagyon gondolkoztam a környezetvédelmen és a pszichológián, de nagyon nehéz. Nekem most nagyon megtetszett a cukrászat, de engem a sport is vonz egyszerre, és így nehéz dönteni még. Az informatikát megnéztem. Az érdekel, igazából. Nekem van konkrét elképzelésem. Igazából nem targoncavezető szeretnék lenni, csak kipróbálom, hogy milyen jó vagyok benne. Én ilyen médiával kapcsolatosan szeretnék majd, vagy hát ezzel szeretnék majd foglalkozni. Én mérnök szeretnék lenni, és már meg is van, hogy melyik iskolába akarok orientálódni. Az iskolát, hogy melyikbe szeretnék menni, még nem találtam. Inkább a játék kezelő felé szeretnék inkább húzódni. A nagy döntésben minden bizonnyal segítenek az ilyen és hasonló rendezvények. Sokrétű, hogy miért nem tudnak még gyerekek nagyon. A fiúk egyébként is később érnek, úgyhogy ha otthon nem látja az ember, hogy mégis mire képesek a gyerekek, akkor muszáj elmenni ilyen rendezvényekre. A pályaválasztásban folyamatosan segít a Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Üzemlátogatásokat szerveznek, szülői értekezleten és osztályfőnöki órákon tájékoztatják a diákokat és a szülőket a továbbtanulási lehetőségekről, és segítenek megismertetni a szakmákat. Aki a szakmatanulás mellett dönt, számára a későbbiekben a kamara segít, hogy megfelelő körülményeket biztosítsanak a külső gyakorlati helyszíneken. A programon való részvétel és a film elkészítése a Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatából valósult meg. Készült a Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Pályaorientációs oldalunk a Facebookon, Jó Pálya, és a tied?